Jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, ez a gondolatébresztő reggeli adása, ami egyébként egész nap hallgatható a YouTube-on. Buzdítunk titeket, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hiszen így folyamatosan kaptok értesítést az egyébként hétköznap reggel kikerülő tartalmakról. Kommenteljetek, írjatok nekünk, nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, és előbb-utóbb most már a következő adásainkban fogunk is foglalkozni a ti témáitokkal és hozzászólásaitokkal is. Itt van velem ma reggel is Jantek Gyöngyvér és Király Kinga. Sziasztok! Jó reggelt! Sziasztok! Majd ilyen nagyon könnyed témával jövünk, méghozzá, hogy milyen az ideális nyaralás a számotokra. Milyen? Szerintem azért tök jó téma, nekem így annyira bejöttek, hogy most kitört a vakáció, hogy amikor még suliba jártunk, hogy írtuk fel a táblára ezeket a ó, jó, és hogy ezen gondolkoztam, hogy akkor mit jelentett a nyár, meg akkor milyen volt egy nyaralás, meg most az ember hogy szeret nyaralni. Én ilyen hibrid nyaralós vagyok, szóval én azért szeretek így város nézni, meg így kávézgatni, meg jönni-menni, de tökre szeretek kirándulni is például erdőben. Ez a strandon fekvés, ez nem annyira jön be nekem. Azt nem értem. A strandon fekvést én tényleg nem értem. Tehát ez az egész... Ne veszítsük el a hallgatói nagy részét. Kinga majd érteni fogja, remény. Ez az egész tortúra, hogy oda megy, bekenni magát valami értelmezhetetlen vegyi anyaggal, leterít egy törölközőt, vadászik egy olyan helyet, ahol lehetőleg árnyék van, de úgy se lesz ott árnyék, mert arrébb megy a nap. Legyél ilyen gonosz. Bocsánat. De mondjuk én barna vagyok. De egyébként ezt sem értem, mert aki barna bőrű, az alapból ugye már van színe. Aki fehér bőrű, az úgyis le fog égni vörösre. Ezért van az értelmezhetetlen vegyi anyag, amivel bekenik magukat szóval az ember. Egy dolog, hogy annak viszont az illata, az meg mégiscsak a nyarat idézi, hát és most tegnap pont voltunk a Balatonon, és így szállt a levegőbe naptej, úgy hívják, ugye? Igen. A naptej illata, és így teljesen... Tehát a maga az illat az jó. Igen, az olyan nyári illat. Miközben egyébként nem napoztunk, vagy ilyenek. Kinga, te se szeretsz kifeküdni strandra? A napozást gyűlölöm, úszni viszont annál jobban szeretek. Nem. Tehát, hogy könyörgöm, hófehér bőröm van, és igen, nagyon durván leégek. Gyerekkoromban sikerült csoki barnának lenni, azóta nem jön össze, képzeld el. Nem is láttál még olyan fotókat róla? Akkor ezt majd pótoljuk. Nem rakjuk ide. Felnőttként már jóval nehezebben megy, és igen, nálunk a családban van napallergiák is, szóval tudom, hogy milyen az, hogy hófehérbőrrel megkínlódik az ember, viszont mániákus vízimánó vagyok, tehát, hogy kiskoromban mesélték anyáink, hogy még pelenka volt rajtam, járni se tudtam, de beraktak a vízbe úszógumiba, és üvöltöttem, ha ki akartak menni. Apukám vízicsirkének nevezett, úgyhogy az megmaradt. Tehát, hogy én a tengerpartból tényleg azt szeretem, az a sós víz, ahogy így átjárja az ember, órák hosszát úszni, én tényleg reggel bementem, amint lement a nap, kijöttem, tehát, hogy én ezt a részt nagyon szeretem, de a napozás, meg ez a leheveredünk, ilyesmi, az annyira nem én vagyok, de tökre meg tudom érteni azokat az embereket, akinek ez ilyen eufórikus élmény, hogy töltődnek a D-vitaminnal. Én nagyon nehezen viselem el a meleget, épp ezért inkább mindig belerohanok a tengerbe. De szerintem, ha van egy jó könyved, az úgy már egész más. De meleg az nekem. Igen, a meleg az nekem akkor is. Végig süt rád a nap. Na jó, Tomi, mi, hogy szeretsz nyaralni, akkor igen, inkább azt mondod. Igen, mászik egy bogár. Igazából nem is szeretsz, mi? Munkamániás vagy, vald be. Igen. Bevallom helyette. De. Most például elmentünk a hétvégén a Balatonra, és ott eltöltöttem egy... Pihenni, tényleg. Tényleg? Most tényleg sikerül. Eltöltöttem ott egy fél napot telefon nélkül. És az nagyon jó volt. Meg tudjátok, hogy van igényem, hogy szépet lássak. Arra van, de amúgy meg... Tehát egyébként a legideálisabb az, hogy szép környezetben dolgozhatok. Na csak kibújt a szagaságból. Nem inspiratív környezetben, ott valahogy megjön az alkotókedv, és akkor hát most én nem is tudom, hogy szeretek-e nyaralni most, hogy így ilyen őszintén. Jó, de egyébként ez is érdekes, hogy nyaralásról beszélünk, mert hogy van egy ilyen
kényszer az emberekbe, hogy nyáron menni kell, és csinálni kell valami. Én egyébként iszonyatosan szeretek más évszakokba menni, mert nyáron szerintem egyébként valójában, hogy a legtöbb ember azért megy vízpartra, mert elviselhetetlen hőség van, és a beton rengetegből, pláne aki városban van, kiszabadul víz közelbe, és nekem is az akkora felüldülés, hogy meleg van, és lehetőséged van vízbe menni, tehát ez így tök érthető. Viszont más évszakokban teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy és nagyon-nagyon szeretek város nézni, múzeumok, kulturális dolgok, de legyen szó kirándulásról, hegymászásról, sportolást, ez igazából nagyon sok minden jöhet, de teljesen érthető az embereknek az a vágya, hogy pihenni akarnak, sőt egyébként abból kiindul, hogy aki agyonhajtja magát egész évben, meg tudom érteni, hogy neki egyszerűen az aktív pihenés az túl sok, és semmi másra nem vágyik, mint hogy leheveredjen, és semmit nem kelljen csinálnia. Igen, állapotba átmenjen. Igen. Léként szerinted attól, hogy valaki elmegy így nyaralni, akkor ő tényleg kipiheni magát? Hát nem feltétlenül. Szóval ez is egy érdekes dolog, hogy mi a célja, mert lehet, hogy az inspirációszerzés, lehet, igen, hogy egyszerűen kizökkenj, vagy az, hogy ne neked kelljen végre mosogatni, főzni. Tehát például egy szállodának is ez tök nagy előnye lehet, hogy picit elfeledkezhetsz arról, hogy egyébként port kellene törölni, meg mosni kéne, hanem helyetted megcsinálnak dolgokat. De szerintem ez az élményszerzés, ez egy elég fontos kulcs. Meg az, hogy így a monotóniából, vagy abból, ahogy mindig élsz, kicsit kiszakadja. És akkor, ha ez így van, akkor miért van az, hogy a magyaroknak egy nagyon nagy része 40 éven keresztül ugyanott nyaral, és ugyanazt a plédet ugyanaz alá a fa alá teríti le, ugyanazon a strandon? Mert a magyarok nagyon szeretik a megszokást. És ugyanabból a hűtőtáskából eszi a rántott hús. Hát már neki az az élmény. Nem tudom, mi egyébként nem vagyunk egy nyaralós család, tehát gyerekkoromban a nyaralás az a nagymamánál töltött idő volt, ugye, hogy vidékre leadtak a nagyihoz, ami egyébként nagyon-nagyon jó élmény volt gyerekként, mert ez is egy érdekes dolog, hogy felnőttként mi a pihenés, ugye a felnőttek általában feküdni akarnak, lazulni akarnak, a gyerekeknek nincsen ilyen igényük, hogy ők feküdjenek, hanem ők máshol akarnak ruhangálni. Szóval biztos más családként nyaralni menni, meg egyáltalán... Egyszerre beszélgettem valakivel, akinek ilyen nagyon sok gyereke van, tehát én 10-11, azért nekik egy nyaralás, az egész mást jelent. Egy bepakolás, tehát igen, egy fél szálloda. Én sem nyaraltam egyébként gyermekkoromban, szerintem a szüleimmel soha nem nyaraltam. Ilyen táborokba elküldtek, azt se teljesen értettem egyébként, hogy ez most így mi történik. Hát kikapcsolódj. Barátokat szerez. Igen. Hát az sem tudom, az egy külön nagy téma. És akkor volt egy korszak, amikor így felfedeztem azt, hogy Magyarországon túl is van élet, és így onnantól arra tényleg lett igényem, hogy szép dolgokat lássak, de például én az ilyen nyaralásokon jobban el szoktam fáradni, mint hogyha otthon dolgoznék egyébként. Hmm. És akkor csak a munka. És akkor a nyaralás után még ki kellett pihenni a nyaralást. Egyébként sokan jönnek úgy haza nyaralásra. Ez szerintem egyébként nagyon tipikus, de valószínű, hogy akkor valamit rosszul csinálhatunk olyankor, hogy tényleg sokaknál előfordul, hogy sokkal fáradtabban jönnek haza, de pont most hétvégén az egyik barátunkkal voltunk, és ő is mondta, hogy fú, na hát most nem egy olyan hosszú hétvége volt, hogy mennyire kipihenve megyek haza, és mondtuk, hogy hát igen, fizikailag lehet, hogy lefáradtál, mert túráztunk, kirándultunk, de hogy a lelke meg annyira feltöltött az embernek, igen, hogy inspirációval tele sokkal jobban fogja tudni elkezdeni a következő hetet. Meg van olyan, hogy jó leső fáradtság, igen, nem csak az ilyen rossz fáradtság. Emlékszem, életemben először Izraelben úgy voltam Kingával, hogy Kinga egyébként gyakorlott izraelező volt, én meg életemben először. 46 fok, borzalmas hőség, iszonyat fáradt voltam már előtte is. Mert sokat dolgoztál. Próbáltam azt a bibliai részt értelmezni, hogy mi szépek Jeruzsálem a te sátraid. Hát én semmi szépséget nem láttam benne, de tényleg. És nem is értettem, hogy eznek hogy lesz vége, vagy fel kellett menni az Olajfák hegyére délután 2-kor, 46 fokban. Azon gondolkodtam, hogy ide eljönnek az emberek így lelkileg feltöltődni, de én csak elfáradtam, hogy ez Izrael, vagy hogy Izrael, meg Jeruzsálem Istennek a kiválasztott helye, meg minden. Hát mondom, valami szebbet is választhatott volna. Szóval ez egész értelmezhetetlen volt. És akkor utána voltam egyszer később is,
az meg egy őszi időszak volt, és az egész teljesen más volt. Tehát, hogy akkor már nem volt olyan meleg, és akkor meg így kinyílt az egész. És hogy szerintem az is nagyon fontos, hogy az ember milyen állapotban megy nyaralni. Igen, meg hogy mi az, ami neki való, vagy meg hogy milyen időszakban, milyen évszakban, nyilván. Hát igen, hogyha az ember nehezen tűri a meleget, akkor nem biztos, hogy nyáron valami iszonyatosan hűséggel teli helyre kell elmennie, de... De ez is milyen érdekes, hogy nyáron az emberek általában elmennek hűsölni valahova. Télen meg elmennek, ha tehetik, valami trópusi országba, vagy ázsiai országba vissza a nyárba. Nem tudom, hogy nem, az emberek, nem vagy kik, nem tudom, nem. A legtöbb magyar ember nem annyira tud trópusokra. Én pont ezt akartam, hogy szerintem nem ez az átlag, hanem télen, ha szerencséjük van, és hó van síjelni. Itthon, akkor síjelnek, hanem akkor szomszédba mennek, nyáron pedig tengerpartozás. Szerintem vagy ez Balaton. A nagy átlag. Igen. Igen. Balaton. Igen. És nektek mi volt életetek legjobb nyaralás? Jó kérdés. Most így hirtelen, ami nekem beugrott, amikor a házasságunk elején körbe bicikliztük a Balatont, az egy tök jó élmény volt. Jaj, tudom, megvan, mi volt. Az is a házasságunk első vagy második évében volt, amikor elmentünk Olaszországba, Cinquetterre, nem tudom, hogy mondom valamit. Hogy az nagyon szép. És akkor még nem volt ilyen nagyon védett, mint most, tehát azért lehetett jobban utazni. És repülővel mentünk, de utána vonattal ott azt a Toszkán vidéket bejártuk, és az, annak volt egy olyan része, ez a Cinque Terre, ez 5 falu így a tengerparton, és ilyen gyönyörű az egész, így írjátok be a Google képkeresőbe, és nézzétek meg, mennyire szép hely. És az egyik, tehát a falvakat ilyen gyalogosvények kötötték össze, és akkor képzelj el egy ilyen hegyoldalban egy sétautat, ahol érzed azt az igazi mediterrán illatot, tehát nyílnak a virágok, alattad a tenger, és az egész egyszerűen gyönyörű volt, és a csöndben csak így ketten sétáltunk, tehát hogy na, az egy igazi, nagyon-nagyon jó élmény volt. Na, eltugrunk Cinquetterrére? Következő adásunkat onnan sugározzuk. Igen. Nem, egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, és pont így a legvége, amit mondtál, hogy szerintem ilyen pillanatok vannak az embernek, hogy te is így megragadtál egy momentumot, hogy ez az idill, ami ott volt, azzal, akit szeretsz, ott, ami nagyon tetszik, hogy nekem is egyébként ilyen dolgok jutottak eszembe, hogy nyilván helyszínek is, mert vannak kedvenc országaim, legszebb helyek, ahova így bármikor vissza tudok menni, de alapvetően szerintem is ezek a momentumok, és érdekes, hogy nem is saját élményem jutott eszembe leghamarabb, hanem az öcsémnek egyszer egy ilyen mondata, hogy volt egy olyan könyv, amilyen személyiségtesztek meg kérdéseket ki lehetett tölteni, és akkor úgy volt, hogy feleség és férj, hogy jobban megismerjék egymást, és akkor pont nem volt az irodában ott apukám, és anya az öcsémmel beszélte meg ezeket a kérdéseket, és olyan érdekes volt, hogy ilyen élmény, mi volt a legnagyobb gyerekkori élménye, és az öcsém így nagyon meghatódó mondta, hogy hát a nyaralások, mert hogy akkor mindig együtt van a család, apa is sokkal kevesebbet dolgozik, és hogy az az idilli állapot, hogy mi együtt vagyunk, és én emlékszem, hogy anyukámmal is érzékenyült, így rendesen bekönnyezett, és mondta, hogy ő tudta, hogy ez fontos nekünk, de sosem gondolta, hogy mennyire fontos ez az együtt töltött idő. Szerintem azért van sokszor kicsit talán így túl idealizálva, és ez a nyaralni kell menni, hogy az emberre benne van ez a kényszer, de hogyha meg ezt egy kicsit elengedjük, akkor annyira jó tud lenni ez. Hát, hogy nem nyaralni kell, hanem talán úgy lehetne mondani, hogy pihenni. Megélni a pillanatokat. Igen. Pont amit a Kinga mondott, az jutott eszembe, hogy voltam én egyedül is nagyon szép részein a világnak, amik tényleg ilyen nagyon nagy élmények voltak, de volt egy hiányérzetem, hogy ezt most egyedül élem meg, és nem valakivel. És most, hogy már mondjuk ketten megyünk nyaralni, azok ilyen, vannak is ilyen momentumok, hogy tényleg ilyen, tehát ez a közösen megélünk olyan pillanatokat, amiket már többször biztos, hogy nem fogunk megélni. Emlékszem, Finnországban voltunk, ahol egyszer azt vettük észre, hogy tényleg vörös az ég. Teljesen hihetetlen volt, láttam azóta se olyat, és így néztük, és teljesen le voltunk döbbenve, hogy ilyen létezik. Úgy volt, hogy a barátainknál voltunk, és már készülöttünk lefeküdni, de ugye Finnországban ez a fél év, éjszaka, fél év nappal, tudom, hogy ez ilyen drasztikusan hangzik, de tényleg, tehát a nyári időszakban nincsen rendesen sötét, de se Svédországban, ezeken a skandináv területeken, és már indultunk volna lefeküdni, amikor a bejárati ajtónak volt egy ilyen kis üvege, amin kinéztem, és néztem, hogy mi ez a vörös az égen. És gyorsan behívtam a barátaimat, hogy ez így mi, és mondják, hogy hát, hogy a nap. Nap lemente szerű, és mondtam, hogy mi van, és nem értettük. Menjünk ki, de már bőven elmúlt éjfél, akkor biciklire pattantunk, menjünk, és felmentünk egy hegytetőre,
És így megálltunk, és rendesen így megremegtünk, hogy nem hisztük el ezt a látványt, hogy lehet valami ennyire meseszép. Tényleg nagyon különleges volt. Egyébként gyerekekkel mennyire alakul át ez az egész nyaralás kérdés? Pont ezt akartam mondani, hogy ott azért bejön az a tényező is, hogy vannak dolgok, amiket gyerekekkel nem olyan jól tudsz csinálni, például a múzeumban. Nem. Van olyan gyerek, nekem van olyan barátom, akik rendszeresen és egész kiskoruk óta ilyen helyekre mennek, és tök jól szeretik a gyerekeik. De nekünk azért ez átalakult, tehát mi például nem mentünk külföldre még a gyerekeinkkel. Azért, mert annyi pénzünk nem volt, hogy mondjuk olyan sok időre elmenjünk, hogy ne arról szóljon, hogy az utazásnak a terhe meg a nyűge. Viszont Magyarországon is nagyon-nagyon jó helyek vannak, és azért az tény, hogy olyan értelemben átalakult, hogy azért elsősorban azt nézzük, hogy a gyerekek élveznék-e azt, és az sokszor annyit jelent, hogy mondjuk elmegyünk vidékre, van egy bázisunk, és onnan elmegyünk helyekre, állatkertbe, csillagtúrázni. Tudom, hogy neked ilyen tipikus mondása mindig csillagtúrát csinálni. Hát olyasmi egyébként. És hány napra érdemes gyermekkel menni, gyerekekkel menni nyaralni? Hát szerintem egy-két hétre azért érdemes így egyben. Tehát az, hogy legyen olyan, amikor ennyi időre kiszakadunk a hétköznapi rutinból. És azért az maga egy másik téma, hogy apa-anya, mint házas pár is tudjon kiszakadni esetleg egy pár napra. Tehát érdemes mondjuk olyan helyre menni, ahol van ilyen gyerekanimátor, vagy nem pár napra elvinni a szittert. Ja, inkább a szittert, vagy a nagymamát, és nyilván azt már akkor lehet, hogyha nagyobbak a gyerekek. Vagy legalábbis én azért nem szoktam hogy a fél éves gyerekemet három napra így odaadni valakinek. De ez is azért változó, mert valaki könnyebben meg tudja ezt oldani. Szóval igen, akkor általában lesznek ezek a wellness-ezős, semmit nem csinálunk és fekszünk, meg kávézunk vonulatok, meg az, amikor a gyerekekkel aktívabban pihen, de az felnőttként azért nem olyan pihenés. Viszont, ahogy mondta most a Kinga, pont ezek azok, amiket a gyerekek meg iszonyúan élveznek. Mennyire tudnak egyébként a házaspárok akkor kikapcsolni, amikor mondjuk a gyerekeket lepasszolják, és akkor az van, hogy na akkor most, mondjuk akár csak egy hétvége, hogy olyankor el tudja azt engedni, hogy most a gyerekekre valaki vigyáz, és biztos minden rendben van, vagy folyamatosan azon pörög? Hát, hogyha olyan helyen van, ahol tudom, hogy jól érzi magát, akkor én mondjuk el tudom engedni. Az egész más, amikor tudom, hogy üvölt, vagy sír, vagy neki rossz, azért úgy nehezebb, de eljön az akkor, amikor már a gyerekek is úgy könnyebben leválnak, és akkor az tök jó tud lenni, hogy az ember egy picit kikapcsol. Egyébként hány éves, vagy hány hónapos kortól van az, hogy már érdemes ezen egyáltalán egy szülőnek elgondolkodni? Most mi is találkoztunk ilyennel, amikor a szülő nagy dilemmában volt, hogy egyáltalán már lassan egy éves mondjuk a gyereke, hogy elmerje egyedül engedni, rámerje bízni valaki. Táborba. Hát egy éves. Baba tábor. Hogy valaki vigyázzon rá pár óra. Hát baba a pár óra, tábor. Tehát azért az más a pár óra. Most, hogyha nyaralásról beszélünk, arról, hogy mondjuk 2-3 napra elmenjen a szülő az egyéves gyerekenél, akkor én azt annyira nem tartom jó ötletnek, mert az egyéves gyerek számára a szülő az egy annyira biztos alap, hogyha egyszer csak nincs ott egy napig, nincs ott két napig. Amikor mi először Izraelben voltunk a férjemmel, először is egyelőre utoljára, akkor a fiam, ő 3 éves volt, az első fiam, és a pocakomba volt a második, úgyhogy nekem is nehéz volt felmenni az Olajfák hegyére, még ősszel is. És az volt, hogy így őt a nagymamára bíztuk, akit nagyon ismert, és nagyon sok időt töltöttek együtt, és akkor jól is érezte magát alapvetően, de amikor megérkeztünk, és újra találkoztunk, akkor nem szólt hozzánk. És ez nagyon gyakori, hogy nem akkor élik meg feltétlenül a gyerekek, amikor ott a hiány, vagy nincs ott a szülő, hanem amikor megérkezik, akkor hogy azt a sokkot, hogy hol voltál. Említetted a nagymamának a szerepét, hogyha a nagymama a születésétől kezdve mondjuk ilyen napi szinten részt vesz a család életében, tehát mondjuk hetente kétszer-háromszor amúgy is találkoznak, akkor is ennyire nehéz? Ez gyerektől függ, mert vannak gyerekek, akik ez könnyebben veszik. De nálunk ez volt, hogy ennyire szoros volt a kapcsolat, és így is nehéz volt. Úgy voltam valahogy 3 évesen, mert nem gondolom, hogy olyan nagy sérülés szenvedett volna. Egy hétre nem hagytam volna még ott, az biztos. Viszont azért 2 éves kor alatt akár 3-4 nap is úgy nehezebb tud lenni. Mondom, nem. Változik, mert van olyan gyerek, akinek nem olyan nehéz ez, de van, akinek viszont eléggé nagy teher.
Nálunk is voltak egyébként ilyenek, hogy mindig volt egy adott kor, amikor már elmehettünk mi is nyaralni anyáikkal, amíg kisebbek voltunk, addig pedig a nagyi vigyázott ránk, és emlékszek, hogy a kicsik hogy várták mindig, hogy na, a jövőre már én is mehetek veletek, és ugye nekünk ez így volt, hogy ugye öten vagyunk testvérek, tehát ugye ezzel nem lehetett az, hogy a legkisebbektől kezdve mindenki jöjjön, mert az sok nagy teher lett volna, és ugye emlékszek rá, hogy ez milyen nagy élmény volt, hogy na, akkor beavatás. Már, igen, ez a beavatás, hogy már mi is mehetünk. De... nagy vagy, most ne nyaralhat. Mi meg fordítva, tehát mi úgy gondolkozunk inkább, hogy mi az, amiben mindenkit be tudunk vonni, és olyan nyaralást szervezni, és aztán ugye úgy, például most már többször mondták, főleg a nagyfiam, hogy mennyire szeretné látni a tengert, csak ugye például ez is olyan dolog, hogy kocsival elmenni a tengerhez, egy kisbabával, meg egy 3 évesen, mondjuk egy 4-5-6 órás kocsi úton, az van, aki lazán bevállalja. Azt lehet, hogy mondjuk elmenni. Kisbabával más, mi például ovis kortól mentünk, és érdekes, és már pont így a reflektálni, hogy mondtátok, hogy kinek milyen volt gyerekkor nálunk, pont fordítva van az, hogy én most felnőttként kezdem azt élvezni, hogy milyen szép Magyarország, mert mindig külföldre mentünk. A Kinga nem ismerte a Balatont. Komolyan. Mi sosem mentünk a Balatonra, mi mindig tengerpartoztunk, és mi simán bevállaltuk. És ettél már lángost 15. a Balatonnál? Nem. Tényleg? Tomi, légy szíves. Mondjuk, én állom, jó? Most voltunk a Káptalantóti piacon a hétvégén, ahol ugye lett volna lehetőség lángost enni, de hát... És helyette rétes láng. Viszont nagyon ajánljuk a Káptalantóti piacot így a kedves hallgatóknak, meg szerintem még reszelhatunk ilyen utazási tippes dolgokra ezt a pár percet. Tényleg nagyon jó volt. Igen, az egész annyira hangulatos, és sokan is voltak, de mellette meg sok jó termék volt, gasztrotermékek is, meg minden. Szóval ugye most így felnőttként kezdem meg ismerni az országot, mert óvis koromtól kezdve Spanyolország, Görögország, mindenhol. Aztán. Tehát, hogy mi kicsi koromtól kezdve bejártuk egész Európát. És ti hogy utaztatok? Hogy repcsivel, vagy autóztatok? Néha repülővel is, de leggyakrabban autóval. Tehát az volt, hogy beültünk éjszaka az autóba, mind az öten, és akkor reggel, mire felkeltünk, már ott voltunk Görögországban, mert apa nagyon gyorsan, profi mindig oda vezetett, és nálunk ez így tökéletesen bevált. Mondom, leggyakrabban Görögország, de Olaszországtól kezdve Spanyolország, tehát hogy tényleg mi mindenhol. Igen, azért Magyarországon is egyébként tök sok jó hely van. Nagyon. De mondjuk jó helyeket Magyarországon. Most az jutott eszembe, meg így a kapcsán is, hogy mi az ideális nyaralás, hogy például nekünk a Nászút az Bélapát falván volt, ami Eger mellett van, egy ilyen kis pici falu. Szalajka völgy, az is nagyon javaslom, nagyon szép. Csak az, hogy például egy olyan időszakban, amikor a másikat akarod így megismerni, meg életetekben mondjuk esetleg először nyaraltok együtt, ott lehet, hogy tök máson van a hangsúly, mint a kulturális programokon, meg a városnézésen, mert mondjuk egymással akartok időt tölteni, és vannak olyan időszakok, amikor meg inkább kifelé akarsz inspirálódni. Szóval igen, Szalajka völgy szerintem abszolút ilyen. Nászútról jutott eszembe, hogy mi nem tudtuk előre, hogy hova megyünk a Nászútra, hanem amikor vége lett az esküvőnek, akkor beültünk egy autóba, és elindultunk a vakvilágba, és akkor Grácsban kezdtünk, utána... De semmi nem volt megtervezve? Semmi. Aznap foglalgattuk mindig bookingon a szállásokat. Én nagyon érdekes, igen, amit Tomi mond, mert nekem is volt egy olyan elképzelésem, hogy az ember fogja magát, esküvő másnapján felszáll a repülőre, elszáll a világ másik felére, és akkor valamilyen hú, de mesés nagyszerű helyen, ott igen, van 3 hétig. Igen, ez a tipik inkább. Dolog, ez nekem is ez volt kinek a fejemben. Kinek mi a tipik, mondjuk? Igen, hogy így ez volt a fejemben, csak aztán végül úgy alakult, hogy 2 héten belül már haza is kellett mindenképpen jönnünk, tehát tudtuk, hogy ilyen hosszú időt nem engedhetünk meg magunknak, és akkor ott álltunk esküvő után, és annyi ötletünk volt, de mivel nem tudtuk, hogy mi lenne a legjobb, hát akkor szálljunk be az autóba, és tényleg így volt, hogy mondott, hogy elindultam. Ja, és ugye nálunk én nem vezetek. Tehát én vezettem le azt az olyan 1500-1800 kilométert, és akkor tényleg elindultunk, akkor Grácsba megálltunk, akkor aludjunk itt, hogy ó, de olyan szép dolgok vannak, akkor maradjunk itt még egy napot. De ebből is tök jó megismerni a másikat. Nagyon. És a Kinga nem ilyen, tehát a Kinga azt is tudja, hogy mi lesz 2023. április 24-én, de ott akkor rákényszerült. Erről jut eszem, hogy múltkor azt mondta nekem a férjem, hogy neked bármit csinálsz, kell hozzá egy terv, egy stratégia, és venni kell hozzá valamit. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez... Igen, ez egy tipikus, na én is ilyen vagyok, és pont ezért nagyon-nagyon kiszakadtam ebből, hogy akkor bookingol szállás, ez mégse jó az a hely, jó, akkor menjünk tovább, akkor még ide menjünk vissza. És akkor úgy volt, hogy Gráctól elmentünk egészen Szelcéig, az ugye Horvátország, de úgyhogy először az volt, hogy Maribor, jó, de azért még menjünk egy kicsit tovább, aztán még, és akkor Szelcében kötöttünk ki,
aztán valahogy úgy Fiume, Triest, és akkor utána elmentünk utána egészen Rovinjig mentünk, és akkor még vissza Ljubljana, és akkor úgy, de nagyon nagy élmény volt. Igen, szóval... tehát hogy spontán volt az egész, és akkor hagyj jöjjön éppen, aminek történik. És van, aki így csinálna, és nem pont ez a típus, annak az jelenteni a házasság a végét. Simán az lehet. Eleje egyben. De... Igen. Nálunk azért ilyen gondok nem voltak a parkolási kérdéseknél, amikor a Kinga tőlem próbált segítséget kérni, aki ugye nem vagyok jártas ebben a témában. Olyan szituációban, amikor ilyen tengerparti kisvárosban az ember bekörül egy irányú utcába, és hirtelen bele szemben jön egy kamion, amit nem értek, hogy mögöttem feltorlódik a sor, a kamionsofőr beleáll a dudába, és akkor na, mit csinálja? Mondtam, hogy neked van jogsid, old meg. De az biztos, és kiszálltál, és ott hagytad. De ahogy mondod, ez tényleg nagyon sokat tud segíteni, hogy az ember megismer olyan oldalait a másiknak, ami mondjuk egyébként esetleg nem jött elő korábban, viszont nagyon-nagyon jó tud lenni. Tehát, hogy izgalmas kijönni azokból a keretekből, amiket megszoktunk. Szóval szerintem jó olyan nyaralás is bevállalni, amire azt mondom elsőre, hogy nem én vagyok. Írjátok meg kommentben nektek, mi volt a legjobb nyaralásotok. És adjatok nyaralási tippeket, mert mi is szeretnénk elmenni nyaralni még idén, és akkor lehet, hogy letesztelünk majd. Mert arra gondolsz, hogy dolgozni egy inspiráló környezetben, vagy nyaralni? Nyaralni. Mi egyébként megyünk most nyaralni Rómába. Hmm. Úgyhogy majd azt meg kell oldani Rómába. Valahogy az adás, de... Megyek veletek. Jó. Akkor a római kiadással nem sokára jövünk. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok.